Magyarország kitűnően teljesít az európai ügyészségek partnerségében, és élen jár az Olaffal való együttműködés terén is. A Eurojust, az Európai Unió igazságügyi ügynökségének elnöke volt a díszvendég az ügyészség napja alkalmából ma tartott ünnepségen. A Eurojust magyar szekciója csak az elmúlt évben 115 ügyet regisztrált, és további 120 esetben kértek a segítségét más tagállamokból. A többi 27 tagállamhoz képest az önök országa ezzel a figyelemre méltó 7. helyet érte el a Eurojustnál megnyitott ügyek számát tekintve. Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség sajtó szóvivőjét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye nap mint nap az ellenzék azzal támadja a kormányt, hogy hazánk azért nem akar csatlakozni a közös uniós európai ügyészséghez, hogy mondjuk az Olaf által feltárt vagy kivizsgált korrupciós közbeszerzési ügyekben ne kelljen kivizsgáltatni ezeket, vagy ne kelljen lefolytatni a vizsgálatot. Ez az oka? A mai nap az ügyészség napja, pontosabban június 10-e, amely 1871-ben az első ügyészi törvény kihirdetésének az évfordulója, és ezen az alkalommal üdvözölhettük vendégként Ladislav Hamran urat, a Eurojust elnökét, amely szervezetről szemben az Olaffal kevesebb szó esik a magyar közéletben. Jó lehet legalább annyira, ha nem fontosabb hálózati, konzultatív szervezet, mint az Olaf. Ugyanis a Eurojust az a szervezet, amely a tagállamok együttműködése folytán lehetővé teszi, hogy a határon átnyúló súlyos bűncselekmények esetén gyors intézkedések történjenek, gyors együttműködés. Az Olaf esetében, amely egy uniós szervezet, amellyel kapcsolatban a Magyarországot, illetve a magyar ügyészséget ellenzék oldalról valóban számos kritika érte, megjegyzem igaztalanul, egyértelműen az éves jelentéséből kimutathatóan, tehát ezt nem a magyar ügyészség állítja, hanem az Olaf éves jelentéséből derül ki, egyértelműen az uniós átlag felett teljesít. Erre mindjárt részletesen rátérünk, de akkor mondjuk ön egyetért Rócsányi László miniszter úr, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag a közös európai uniós ügyészség létrehozása az gyengíteni a Eurojust és az Olaf működését is, tehát egyfajta párhuzamosság lenne a rendszerben? Nyilvánvalóan az ügyészségnek szakmai álláspontja lehet egy kérdésben, és nem politikai álláspontja. Az európai ügyészség kérdése, illetve az ahhoz való csatlakozás, az egy politikai döntés. Az ügyészség szakmai álláspontja az, és ezek a tények is egyébként, hogy jelen pillanatban az még nem világos, hogy a jelenleg működő, hálózati alapon működő és jól működő szervezetek, mint a Eurojust, a Europol, vagy éppen a sokat emlegetett Olaf, hogy viszonyul majd, és hogyan alakul majd a hatáskörök tekintetében, és nem veszít-e az eddigi hatékonyságából egy új szervezet felállítása kapcsán. Tehát pillanatnyilag még nincs kidolgozva, és éppen ezért nem világos a számunkra sem az, hogy egy 2021-ben leghamarabb felálló európai ügyészséghez képest a jelenleg működő szervezetrendszer nem sérül-e azáltal, hogy létrejön egy újabb szervezet. Tekintettel arra, hogy állandó hivatkozási alap az Olaf, az Unió csalás elleni hivatala, mire van jogköre és mire nincs mondjuk az ilyen nemzetközi korrupciós ügyek kapcsán? Hát igyekszünk minden fórumon tisztába tenni ezt a kérdést, mert úgy látszik, és azt érzékelhető, hogy olyasmiket társítanak fogalomként az Olafhoz, amely fogalom nem pászol valójában ezen a szervezethez. Az Olaf egyfajta közigazgatási szerve az Uniónak, amely a költségvetési csalások, tehát az unió pénzügyi érdekeinek sérelme esetén jogosult bizonyos közigazgatási hatáskörben vizsgálatokhoz. Ha hasonlítani kéne magyar szervezethez, talán az állami számvevőszéket tudnám példának hozni. Tehát az Olaf nem nyomozószerv, nincs nyomozati jogköre. Ha a saját közigazgatási vizsgálata keretében észlel valamilyen törvénysértést, akkor azt jelzi az adott tagállam hatóságának. Hogyha a vizsgálatai kapcsán bűncselekmény gyanújára okot adó körülményt észlel, akkor pedig az adott tagállam ügyészségéhez fordul. Abban az esetben, hogyha az Olaf a magyar ügyészséghez fordul, és fordult eddig több esetben, a magyar ügyészség, bár erre sem uniós, sem hazai jogszabály nem kötelezi,
automatikusan minden esetben nyomozást rendel el akkor, hogyha büntetőjogi ajánlással fordul az OLAF a magyar ügyészséghez. Na, erről beszéljünk egy kicsit részletesebben, mert hogy a magyar ügyészséget ugye az OLAF ajánlások ügyében tett kivizsgálások, nyomozások kapcsán is sokszor éri kritika. Tehát mondjuk az elmúlt 7 évben tett igazságügyi ajánlások kapcsán milyen arányban vannak a befejezett nyomozásokat, illetve a vádemeléseket száma mondjuk az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva? Az OLAF tavalyi jelentésének a 42-től 44. oldalig, azért mondom, hogy hát ha azok is, akik minket kritikával illetnek, elolvassák azt. Tehát ez a része foglalkozik az igazságügyi ajánlások nyomán tett intézkedések kérdéskörével, és táblázatban is foglalta az OLAF az éves jelentésébe, hogy az egyes tagállami hatóságok milyen intézkedéseket tettek az ő ajánlásai, büntető ajánlásai nyomán, és ezek milyen eredménnyel zárultak. Ezt a listába foglalt összesítésből kiderül, hogy az uniós átlag, a vádemelések és a megszüntetések átlaga az 42%. Tehát az OLAF ajánlásai nyomán indult nyomozások 42% kerül uniós átlagban sor vádemelésre. Ehhez képest Magyarország messze az uniós átlag felett teljesít, ugyanis az elmúlt 7 év átlagában az ügyek 47%-ában emelt vádat az ügyészség, és csak összehasonlításul direkt kiírtam magamnak pár példát, főleg a tőlünk nyugatabbra lévő országok közül. Finnország nulla esetben emelt vádat az OLAF ajánlásai nyomán, hasonlóan Írországhoz. Ausztria 29%-ban, Németország 21%-ban, az Egyesült Királyság 36%-ban, Spanyolország 21%-ban, Szlovákia 18%-ban és Románia 33%-ban, de ez csak egy pár példa, ez még sorban folytatható, hiszen mint mondtam, az első harmadában van a Magyarország ennek a körnek. Utalt az ügyészség napjára is arra is, ugye, hogy az igazságügyi palota dísztermében tartott ünnepségeben vendég volt Ladislav Hamran úr, a Eurojust elnöke, aki külön kiemelte a magyar ügyészség aktivitását a Eurojust keretein belül. Hány nemzeti ügyészség tagja a Eurojustnek, és ezen belül mit jelent az, hogy Magyarország kiemelkedően aktíva, hogy arra ugye utalt Ladislav Hamran? A Eurojust lényege az, hogy minden ország delegál magisztrátust, ügyészt jellemzően ebbe a testületbe, és az uniós ügyészeknek ez egyfajta konzultatív fóruma. Az az értelme az egésznek, hogy a kiemelt határon átnyúló bűncselekmények esetén ugye a belső uniós határok ugye lebomlottak, de ugyanakkor a joghatóságok természetesen az ország határokhoz kötődnek. A jogsegélyforgalom viszont egy nagyon lassú és nehézkes formája volt az együttműködésnek, ezen mindenképpen változtatni kellett, és ebben borzasztó nagy segítség a Eurojust működése, hiszen hogyha az egyik tagállam azt észleli, hogy egy határon átnyúló bűncselekmény felderítéséhez információra van szüksége a másik tagállamtól, a saját nemzeti tagjához fordul, aki képletesen szóval átsétál a szomszédban lévő másik tagállami taghoz, megbeszélik a kérdést, és lehet, hogy egy órán belül megvan az információ. Ha több tagállamot érint, akkor létrehoznak erre egy konzultációt, egy tanácskozást. Lehetőség van közös nyomozócsoportok felállítására, amelyet a Eurojust pénzügyileg és technikailag is támogat. Ennek a legelső példája Magyarországon egyébként az elhíresült Bunda ügy volt. Akkor 2011-ben csatlakozott először közös nyomozócsoporthoz Magyarország. Azóta egyébként már a 25. ilyen közös nyomozócsoportnál tartunk. Ennek az az értelme, hogy amikor több országban történnek bizonyos részcselekmények egy bűncselekmény sorozat kapcsán, akkor egyrészt tisztázható az országok között a joghatósági összeütközés, hogy ki járjon el és miben járjon el, másrészt lehetőséget kapnak a közös nyomozócsoportban együtt dolgozó kollégák arra, hogy egymás országába is részt vegyenek nyomozati cselekményeken, és ezt mindenki a saját joga szerinti rendben lévő eljárási cselekménynek ismeri el. Ez egy nagyon hatékony forma, és itt utalok a prostitúciós emberkereskedelem problémájára, az embercsempészet kérdéskörére, kábítószer, fegyvercsempészet, terrorizmus, tehát egy sor olyan súlyos és határokon átnyúló bűncselekmény csoportról van szó, amelyben mind-mind jelentősen elősegíti a tagállamok működését a Eurojust, és Magyarország ezen belül valóban a legjobbak között van, és ez számszerűen is kimutatta Ladislav Hamran emlök úr a mai előadásában is.
is, hiszen például az információ átadásban, tehát az ilyen kiemelt súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos információ átadásban első az uniós országok között Magyarország és a magyar ügyészség. Ezen kívül pedig az első hét között van például a megindított, megnyitott ügyek, új ügyek tekintetében. Fazekas Géza, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.